Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják május 14-én kedd este. Tartsanak velünk! Az ezredforduló korrajza lesz képekben a készülő Tatai fotóalbum. Dietetikus és orvos adott tanácsot legutóbb a Család és Karrier.ban. Az új évadban sem mond le a sokszínűségről a Jászai Mari Színház társulata. Lakossági fórumra, kötetlen beszélgetésre várta az érdeklődőket az MSZP helyi szervezete. Mi Tataiak címmel közösségi fotóalbumot jelentett meg a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT 2019 végén. A kiadványban helyi civil, munkahelyi, sport és kulturális célú közösségek fotói és rövid bemutatkozásuk lesz látható-olvasható. A kiadványt jegyző Városkapu ZRT sajtótájékoztatót tartott a részletekről. 80 lapon, a tervek szerint mintegy 1000 példányban és közel 150 közösséget fog bemutatni a Mi Tataiak című arcképcsarnok. A különleges kiadvány ötlete Berceli Attilától, a Városkapu Közhasznú ZRT vezérigazgatójától származik. Az album kezdeményezése is rendhagyó, egyfajta korrajzzal kíván szolgálni a jövőnek. Szerintem sokan szeretnék tudni, és sokan büszkék arra, hogy bizonyos közösségekben alkotó munkát végeznek, tisztelik egymást, segítik egymást, és ez pozitív dolog, és az ilyen pozitív üzenetekre szükség van. Ez az apropója ennek a kiadványnak. Mindenkinek először a civil szervezetek jutnak eszükbe. Aztán eszükbe jutnak azok a munkahelyek, ahol nem egyszerűen a munkahelyen dolgozókat fotóznánk le, hanem a munkahelyen belüli kisebb közösségeket, azokat az informális kapcsolatokat szeretnénk bemutatni, ami azon túl van, hogy mindenki egy adott munkahelynek a dolgozója. De más aktív, már létező közösségek is helyet kaphatnak a kötet lapjain, legyen az egy énekkar, egy iskolai közösségen belül létező, nem osztályszintű csoport, vagy akiket kulturális, esetleg sporttevékenység kapcsol össze. A kötet piaci alapon jelenik meg, akik szerepelni kívánnak benne, azoknak az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban kell jelezni, regisztrációjukról pedig bíráló bizottság dönt. Annyi jó emlékünk van, és annyiféle jó példa arra, hogy van értelme annak, hogy készüljön egy kézbevehető, fizikálisan is kézbevehető, nem csak a neten, meg a interneten terjedő fotóalbum, amiben a tataiak vannak benne, és nem a tataiságunk, az épületeink, a természeti szépségeink, nem egy szép ilyen jellegű fotóalbum, hanem attól szép, hogy mi vagyunk benne ebbe a kötetbe, és a közösségeink vannak benne, ami meg egy különösen is nagy többlet, mert lehetne egy sima egyszerű arckép csarnokot, hogy mindenki beküldi az igazolványképét, és akkor csinálunk egy ilyen tatai albumot, de talán nem erre vágyunk, hanem arra, hogy milyen közösségek élnek itt Tatán, milyen kisebb, nagyobb olyan csoportok vannak, akik valamit alkotnak, valamit létrehoznak, vagy művelnek valamit, és őket örökítsük meg a jövőnek, hogy 2019-ben így néztek ki a tataiak. A jelentkezés gyorsaságától függően a kiadvány még idén megjelenhet, de legkésőbb jövő húsvétra már kész albumok érhetők el a kajakházban. A nők munkaerőpiaci helyzetének, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdításán dolgozik a Tatai Család és Karrierpont. Olyan programokat is szerveznek, amik a család minden tagjának hasznos információkkal tudnak szolgálni az élet számos területén. Előadás sorozatukban az étkezés, helyes táplálkozás témakörben is tájékozódhattak az érdeklődők. Még korábban az okostányér jelentéséről és alkalmazásáról kaphattak tanácsot a Család és Karrierpont előadásának vendégei. A helyes táplálkozás szinte kimeríthetetlen témáit folytatták legutóbbi előadásukon is. A táplálkozás azt gondolom a mai embernek a mindennapos életét körbeveszi, mert mindenkinek van valami problémája. Vagy hízni szeretne, vagy fogyni. Főként inkább fogyni. De az, hogy mit eszünk, és hogy hogyan eszünk, és mennyit eszünk, ez minden embernek a fejében benne van. Mi a családokkal foglalkozunk, és a családoknak az egyik fő kérdése nem csak a hagyományaink miatt az, hogy hogyan étkezünk, és mikor ülünk le az asztalhoz, hiszen ennek is van egy hagyománya, hanem az is, hogy mit eszünk, és mit adunk
táplálékként vagy evésként a családnak. Egyre inkább élnek ezzel a lehetőséggel. Azt tudom mondani, hogy egyre növekvő létszámmal tudnak megjelenni ezeken a rendezvényeken, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben még többen fogják látogatni. A helyes táplálkozás, étkezés kapcsán a dietetikusok és az orvosok munkája több ponton is összekapcsolódik, ezért a programnak két előadója is volt a Piarista Rendházban. Általában így tanácskéréssel mindkettőnkhöz, a dietetikushoz is és az orvoshoz is gyakran fordulnak az anyukák, kicsit nagy kavar is van most, azt érzem ebben a tekintetben, nagyon sok új trend vagy irányzat van, amihez nem nagyon tudnak alkalmazkodni az anyukák, hiszen belepróbálnak ebbe is egy kicsit, abba is egy kicsit, és ebből egy azért egy sok kérdést felvető problémakör van, amit így néha jó tisztázni. Nem mindegy az, hogy mindenfajta tápanyagból megkap-e egy gyermek a fejlődéséhez szükséges mennyiséget, vagy nem. Én ezekhez az alapelvekhez szigorúan ragaszkodom, a többiben viszont bátran adok szabadságot a szülőknek abban, hogy próbálkozzanak. Rengeteg fajta új módszer van, és új táplálási tanácsot tudunk adni. Nem biztos, hogy minden gyereknek ugyanaz a jó. Tehát mindig a saját gyerekünket kell figyelni, én mindig erre hívom fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az a jó, amit a szomszédasszony mondott, amit az interneten olvastunk, ami a játszótéren a másik anyuka gyermekének tökéletes volt, az lehet, hogy a mi gyerekünknek nem, úgyhogy mindig azt kell nézni, hogy az ő számára mi ez, ami a leginkább jó lesz. A Csak Pont következő előadása már a vállalkozás indítással kapcsolatos, a jelentkező kérésére, hiszen több anyuka a gyermek születését követően már nem eredeti munkahelyére szeretne visszamenni dolgozni, inkább saját vállalkozásba fogna. A megszokott 6 felnőtt bemutató helyett 8 premiér tartanak a következő évadban, és a korábbiaknál ezek közt több a kortárs darab is. Erről számolt be Crespo Rodrigo színházigazgató a Tatabányai Jászai Mari Színházban tartott sajtótájékoztatón. Az évad első előadását, a kabarét már próbálják a színészek. Emellett a népszerű táncelőadások, felolvasó estek és gyermekelőadások sora is folytatódik. A saját prózai és zenés darabok mellett továbbra is táncelőadásokkal, felolvasó estekkel és gyermekeknek szóló előadásokkal örvendezteti meg nézőit a Tatabányai Jászai Mari Színház. Erről számoltak be a színházban szervezett sajtótájékoztatón, ahol a 2019-2020-as évadra tervezett bemutatókat ismertették. Látható lesz majd a kabaré, látható lesz egy orosz mai darab, a Részegek, lesz egy dán film adaptáció, az Ádám almái, lesz egy ausztrál darab, majd ha az eső elár, lesz Pintér Bélától a Szutyok, és lesz egy lengyel kortárs darab is, a Testosteron címmel. Azt gondolom, hogy nagyon színes és friss évadot sikerült összeállítanunk. Nem volt szándékos, hogy mind mai tulajdonképpen kortárs darab legyen, de valahogy, ahogy készítettük az évadot, és beszélgettünk a szerepekről, beszélgettünk a darabokról, elemeztük őket, aztán kerestünk rendezőket, egymás után kezdték beívni egymást ezek a darabok. Tehát van egy tudatos része, én szerintem egy évad tervezésnek, és van egy olyan része, ami valahogy a közös tudattalattiból lehívja ezeket a darabokat, hogy a következő évadban ezekről az általuk felvetett témákról beszéljünk a nézőinknek. A következő szezonban a megszokott 6 helyett 8 előadás szerepel a repertoárban. Elsőként a kabarét mutatják be, amelyet már próbálnak a színészek. A rendezőben van egy vágy, ami feszíti szét. Van egy történet, amit el akar mesélni. Én is el akarom mesélni. Alapvetően ennek a lánynak, meg ennek a fiúnak a lehetetlen szerelmét. Nekem ez most nagyon erős vezérvonal. Általában a szabadságról szokott szólni ez az előadás, vagy arról szokott szólni, hogy 30-as évek elején a fasizmus hogy szorította ki az úgymond szabadságot, még a kabaréból is. Szerettünk kihívásokat állítani magunk elé, és azokat nagyon remélem, hogy idén is meg fogjuk ugrani. Most nem csak magunk elé állítottunk, hanem egy kicsit a nézőink elé is, mert azt tapasztaltuk, hogy a tatabányai közönség elé nagyon is lehet állítani mindenféle elvárásokat, mert eddig a legistenkísértőbb vállalkozásainkra reagáltak a legjobban, és ez hatalmas nagy érzés, és az embert ez bátrabbá teszi. A palettát színesítik olyan darabok is, mint Pintér Béla Szutyok című tragikomédiája, az Ádám almái című példázatjáték, vagy Iván Viripájev Részegek című darabja. Lakossági fórumot szervezett a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete, Gerébi Ákos és Sasvári Beáta önkormányzati képviselők. A program vendége volt dr. Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő.
A fogadóórák és lakossági fórumok sorát folytatta az MSZP helyi csoportja Tatán, a mai találkozót már a szervezet irodájában tartották, ahol aktuális kérdésekben ismét a tataiak véleményét kérték az önkormányzati képviselők. Arról beszélgettünk természetesen, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen Európát gondolunk Magyarországon is, és hát természetesen az Európában is. A Tibort nagyon sokan ismerik a habitusáról, de talán ennél is fontosabb az, hogy arról a projektről, amit a Okosfalvak projekt jelent, arról még inkább. Hát ezekről a kérdésekről fogunk szót váltani. A program vendége volt dr. Szanyi Tibor, aki kiemelte, európai parlamenti képviselőként kötelessége személyesen is felkeresni a magyar embereket. Ezekben a napokban, ezekben a hetekben Európa minden országa lázban ég, hogy tulajdonképpen melyek azok a fontos témák, amelyeket közösségileg érdemes megoldani. A Magyar Szocialista Párt részéről, és én mint szocialista képviselő, az elmúlt 5 esztendőben nagyon sokat foglalkoztam a város-vidék viszonyrendszerrel. Ezen belül is van egy olyan projektem, amit hát elég komoly támogatást övez, ez az Okos Falvak program. Ennek során tényleg az egyik legnagyobb kérdés, és számomra ez a jövőben is az elfoglaltságok közé tartozik, hogy azok a lakhatási ügyek és azok a közlekedési ügyek, amelyek Magyarországon akár itt Tatán is jelentkeznek, azért ezek nem egyediek. Európa sok más településén, városában, vidékén vannak ilyen gondok. Igyekszünk megtalálni azokat a megoldásokat, hogy a fiatalok azok valós esélyre tegyenek szert annak érdekében, hogy saját lakhatásuk legyen, ez legyen saját tulajdonú lakás, vagy jó minőségű önkormányzati bérlakás. Ezeknek az ügyeknek a mikéntjét próbáljuk meg tulajdonképpen ezeken a fórumokon az emberekkel megbeszélni, de ettől függetlenül azért a legfontosabbak azért mégiscsak, hogy hogyan lehet bevezetni az európai minimálbért, az európai minimálnyugdíjat, az európai minimál családi pótlékot. Ezek azok a kérdések, amelyek valóban Európát izgatják szemben nagyon sok minden más, sokszor kritikával illetett történetekkel, amelyek hát itt vannak a lábunk előtt. Tata város önkormányzatánál és intézményeinél a 16 és 25 év közötti diákok részére az idei nyáron is lehetőség nyílik diákmunkát végezni. A Városkapu Közhasznú ZRT-nél többek közt irodai kisegítő, teremőr, természetvédelmi őrállásokba lehet jelentkezni. A Fényes Fürdőhöz medenceőrt, portai kisegítőt és udvarost is keresnek. A teljes listáról és a jelentkezés módjáról Vámosiné Illés Mártánál közösségszervezőnél lehet tájékozódni. Minden csütörtök 13 órától 16 óráig a Városmarketing irodában a Bercsényi utca 1 szám alatt a Fischer házban. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT tájékoztatja a Tata kártyával rendelkező ügyfeleket, hogy a közelgő Patara Fesztiválra való tekintettel az ügyintézés és az érvényesítés a következők szerint módosul. Május 28-án 13 órától 17 óráig és május 30-án is 13 órától 17 óráig várják az ügyfeleket. Fogadónapot hirdetett a Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes, aki május 15-én 10 órától 12 óráig fogadja a hozzáfordulókat, szokás szerint hivatalában az Ady Endre utca 27 szám alatt. Barzsóné Mészáros Valéria kiállítása nyílik meg a héten a Magyari Zoltán Művelődési Házban. Május 17-én 17 óra 30 perctől várják az érdeklődőket. Az előadást és a kiállítást Kövesdi Monika művészettörténész nyitja meg. Ismét programmal jelentkezik a Posztocki Károly Csillagvizsgáló és Múzeum május 17-én pénteken este 19 óra 30 perctől Planetáris Ködök címmel tart előadást Juhász András. Balogh Márta könyvbemutatóját tartják az Angyalok és Tündérek galériában a Hajdú utca 14 szám alatt május 18-án szombaton 18 órakor. A programban a Tatai Versbarátok köre is közreműködik, ízelítőt adva 2 verses és 2 prózai művből. Keddesti híreinket összefoglaljuk még egyszer röviden.
Az ezredforduló korrajza lesz képekben a készülő tatai fotóalbum. Dietetikus és orvos adott tanácsot legutóbb a Család és Karrier.ban. Az új évadban sem mond le a sokszínűségről a Jászai Mari Színház társulata. Lakossági fórumra, kötetlen beszélgetésre várta az érdeklődőket az MSZP helyi szervezete. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, május 14-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban, hiszen Sportkett című műsorunk következik. Én szép estét kívánok Önöknek, és tartsanak velünk holnap este is. Viszontlátásra!